Hogy tetszett ez a krémes bíról az új North Face cipőmről? Érdekel, hogy hogyan készítettem el? Ha tetszett, amúgy azért mutasd meg azzal, hogy megnyomod a like gombot, mert ma visszatérünk az alapokhoz. Ugyanis van egy romantikája a manuális és kézi felvételeknek. Ehhez a b-rollhoz nem csak egy, hanem három király kis eszközt használtam. Az iFootage Shark Slider S1-et, a Komodo K5S állványfejet és a Cobra 3 monopodot kombináltam össze. Megmutatom, hogy milyen jól működnek együtt, és azt is átbeszéljük, hogy miként vettem fel magát ugye a b-rollt. Kezdjük el, de előtte intro. Kezdjük az eszközökkel. Az iFootage Shark S1 Slider egy könnyű, hordozható és moduláris kialakítású, ami azt jelenti, hogy plusz rudakkal akár 1,8 méterre is ki lehet terjeszteni. Ez persze szükség van stabilitásra, de erről majd egy kicsit később beszélünk. Most pedig a Komodo K5S-ről kell beszélnünk, ami egy fluid head és garantálja a krémesen sima, stabil és pontos mozgást. A professzionális állítási lehetőségek biztosítják, hogy minden mozdulat olyan legyen, amilyennek akarjuk. 5 kg a terhelhetősége és 149 dollárba kerül. Utoljára, de nem utolsó sorban pedig a Cobra 3 monopod is itt van, ezekre rögzítettem a slidert a két végén. Vannak dolgok, amiket imádtam benne, és vannak, amiket talán kevésbé. Amit nagyon imádtam az, hogy moduláris a kialakítása, könnyű és gyors bármit is beállítani rajta, hogy akár 1,8 méterig ki lehet húzni, és plusz ez a pedál technológia is sokat segít, kvázi olyan, mintha egy ilyen quick release rendszert kapott volna maga az állvány. Ja, és teleszkópos az egész, és kapunk hozzá egy háromágú talpat is, amit megint csak könnyen tudunk beállítani az adott magasságra. Választhatsz úgynevezett Buckle Lock Edition és Twist Lock Edition között, ami neked a szimpatikusabb nyilván. Az ára 194 dollár. Ez a kombó ugye az iFootage-nak a Shark Slider S1, a Komodo K5S Fluid Head és a Cobra 3 monopod nagyon jól működött együtt. Precíz, gyönyörű kameramozgás, pontos panoráma és dőlés beállítása minden felvételnél. És pontosan így tudtam felvenni azokat a b-rollokat, amit ugye az előbb láttál a videó elején. Mielőtt azonban betekintenénk a kulisszák mögé, oszd meg kérlek a gondolataidat velem és a kutyámmal a komment szekcióba, hogy hogy tetszenek az eszközök, és hogy te miket használsz. Szóval, összességében a forgatás élménye nagyon király volt, élveztem ezt a valahol ilyen old school feelinget, hogy nem kellett babrálnom az elektromos sliderekkel, jibekkel, és ugye tudtam, hogy nem kell reprodukálnom ugyanazt a mozgást a felvételeken újra meg újra, így átengedtem magam a manuális mozgás varázsának. Persze, vannak olyan helyzetek, amikor szükséged van rájuk, mint például a Nike Air Max 97-es kis b-rollomban, amit mindenképp nézzél meg, ha még nem láttad, mert annyira komoly DIY kreativitásra volt szükség, hogy egy robotkar mozgását tudjam utánozni, és hát az utómunka, az meg egy teljesen másik szinten volt. Visszatérve. Miután elkészültem a felvételekkel, stabilizáltam őket DaVinci-ben, ami tökéletes munkát végzett. Itt az a tanulság, hogy egy minőségi slider és az extra post stabilizáció kombinációja teljesen jó eredményt ad. Az utómunkában amúgy kettő trükkös rész volt. Először is az összes klip szögének illeszkednie kellett egymáshoz, ugye a drónokhoz, mert például a forgó drón felvételeknél a cipőknek is ugyanarra kellett értelemszerűen forognia. Vagy amikor meg akartam mutatni a cipőnek a talpát, és szerettem volna ugye ezt így átvinni a fűre, sok maszkolást és keyframe-et kellett csinálnom a kolortabban, és így remélhetőleg sikerült összehozni a felvételeket. A másik kihívás a hírósátnál volt az elején. Itt egy Magic Mask nevű eszközt használtam, ami egy ilyen next level AI-szerű keyer és maszkoló eszköz. Annyira leegyszerűsíti a folyamatot, és pontosan így tudtam a cipőnek a különböző részeit szétválasztani, majd kis keyframe-es mozgásokat tettem be, természetesen utólag. És így értem el, hogy a darabok egyesüljenek, és a logó is pörögjön egyet. Összességében ez egy elég szórakoztató kis projekt volt, és remélem, hogy te is hasznosnak találtad, tanultál belőle valamit. Mindenképp csekkold az iFootage termékeit, hidd el, megéri. Linkek a leírásban, a like gomb alatt, amit egyébként ugye megnyomhatnál, hogyha tetszett ez a videó, és ha már ott vagy, dobj egy kommentet is. De
Ha a következő szintre szeretnél menni és érdekel, akkor tényleg a Nike Air Max B-rollom és a tutorial videómban nagyon durva dolgok vannak. Köszi, hogy itt voltál, iratkozz fel a csengővel együtt, találkozzunk a következő videóban, mondjuk ezekben. Klik, klik. Szia, sziasztok!